Vitrin kiállítás sorozat első tárlata nyílt meg a Jókai Mórvárosi Könyvtár felnőtt részlegén, Karnevál a vagy a Farsang farka jegyében. A tárlatban a témához kapcsolódó könyvekből, képekből és relikviákból láthatnak egy kis ízelítőt az olvasók, melyeket a világ ismertebb karneváljaival kapcsolatban válogattak. A Vitrin kiállítás sorozat ötlete 2022-ben fogalmazódott meg. A könyvtár munkatársai elhatározták, hogy a muzeális értékű könyvekből, azon belül is a legrégebbiekből a jövőben kiállítás sorozatot szerveznek. A kiállításnak a alap témája, tematikája mindig egy adott időszaknak az eseményeihez, embereihez fogjuk felépíteni. A lényege viszont az, hogy a dokumentumok többnyire a könyvtár könyvállományából kerüljenek ki, ezzel is felhívva a figyelmet az olvasóknak, látogatóknak, komáromiaknak, hogy mennyire gazdag és színes a mi könyvállományunk, hogy még egy kiállítást is meg tudunk csinálni. És így került sor ugye az idei évben, ugye január-február a farsangok ideje, a mulatságok is, és ezért kezdtük el ezt egy ilyen vidám, színes, szórakoztató kiállítással. A kiállítással különböző karneválok történetébe, a könyvek, színes fotók, írások segítségével, a teljesség igénye nélkül bepillantást nyerhetünk. Tematikusan az elsőbe a velencei, a klasszikus velencei karneválnak a történetét és a képei, dokumentumait raktuk föl, mert még azt szeretném hozzáfűzni, hogy nem csak könyvek, hanem utána jártunk és fotók és egyéb írásos dokumentumokat is raktunk, hogy így legyen teljes egy kiállítás anyaga. A második tárló, az ugye a magyar vonatkozású, a busó, hogy az honnan ered és miért nevezik busónak, és ez a, ami vitrém mellett állunk, ez egy összetett vitrém, mert itt a brazil riói karneváltól kezdve a quebeci téli karneválon át egészen a amerikai New Orleans-i zenés karneválig kap az ízelítőt egy kicsit az olvasó, az ide hozzánk betérő látogató. Persze mondanom se kell, hogy még rengeteg féle karnevál van, de úgy gondoltuk, hogy ez egy kicsit ad egy ízelítőt a világnak a karnevál szegmenséből. Habár a fesztiválok őshazája Olaszország, mégis a riói karnevál a leghíresebb és legnagyszabásúbb a világon. Brazília jellegzetes ünnepét a 18. században portugál bevándorlók alapozták meg. Kezdetben az ünnep csak abból állt, hogy az akkori hagyományoknak megfelelően áruhát vagy csak állarcot öltöttek, és aztán vízzel, sárral, liszttel és hasonlókkal árasztották el egymást. Ahogy az idők során fokozatosan formálódott, úgy vált egyre meghatározóbbá és csábítóvá. Ma a többnapos ünnepségsorozat központjában a szamba és a helyi szamba iskolák versenye áll, így nem meglepő a tánccal és színes jelmezekkel átszőtt forró hangulat. De meg kell említenünk a New Orleans-i karnevált is, mely a legrégebben dokumentált parádé az Egyesült Államokban, 1838 óta rendezik meg Dixielandben. Húshagyó kedden tartják a rióihoz hasonló látványosságú karnevált, ami éjfélkor szigorúan véget ér. Addig van lehetőség a résztvevőknek kiélvezni a latinos zenét és hangulatot, miközben rózsafüzér dobálnak az ünneplők közé.
Szerencsére a mohácsi busójárásnak köszönhetően nekünk is van híres karneválunk, ez Magyarország legnevezetesebb farsangi eseménye. Idejét a tavaszi napfordulót követő első góltölte határozza meg. 2009-ben az UNESCO-tól megkapta a Szellemi Világörökség címet, 2012 óta pedig Hungarikumnak számít. Szerintem sokan nem hallottak a téli quebeci karnevál, ami januártól egészen február végéig, tehát tényleg a karneváli időszakban van. A lényege az, hogy ez egy téli karnevál, és pont ellentéte a többi karneválihoz. Talán még a mi busó karneválunkra hasonlít, mert az éghajlat ugyanaz, de még a New Orleans-i meg a többi karneválok, ugye a meleg és eléggé a szélsőséges bulizós bulira teszik a hangsúlyt, addig a quebeci téli karnevál a családoknak a karneválja, tehát hószobrokat készítenek, akkor hócsatákat vívnak, jégvárat készítenek, tehát minden olyan, ami kimondottan a családokat vonza be. Az összeállítást Gici Anna Mária készítette, és ajánlja a látogatók figyelmébe. A kiállításban szereplő könyvek kölcsönözhetők. A tárlat február 14-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.